Ha megkérdezünk különböző embereket, hogy miért jó az izomzat, akkor különféle válaszokat kapunk az illető életkorának, szocioekonomikus helyzetének és más körülményeknek a függvényében. Egy fiatal ember azt mondja, hogy azért jó, mert ha kidolgozott izmai vannak, akkor jobban néz ki, és bukni fognak rá a csajok. Egy másik fiatal egyén meg azt mondhatja, hogy szereti, ha jól ki van gyúrva, és hatalmas nagy izmai vannak, mert az jól néz ki. Más valaki meg azt mondja, hogy olyan munkát végez, amihez fontos, hogy erős izomzata legyen. Tehát a válaszok elég különfélék lehetnek, ha pedig azt kérdezzük meg, hogy milyen szerv az izom, hát akkor a válasz leginkább az, hogy egy szerv, mert az izmok szükségesek ahhoz, hogy a testünket mozgatni tudjuk. És ez persze igaz is. Arra nem sokan gondolnak, hogy az izom egy metabolikus szerv is. Meglepő? A mai videóban szó lesz erről is, főként annak a tükrében, hogy miért igen fontos megőriznünk az izmokat, az izmok erejét és lehetőség szerint tömegét, ahogy öregszünk. Ugyanis ahogy öregszünk, hajlamosak vagyunk az izomvesztésre, így hajlamosabbak vagyunk az esésekre, és kevésbé vagyunk képesek az önálló életre. Na, ha nem tudjuk megállítani az öregedést, az aktívan maradás segít hosszabb ideig megőrizni izmaink és hogy a megtartott izomerő fontos az időskori életben, azt mindjárt látni fogjuk, ez egyértelműnek tűnhet mindenki számára, de valószínűleg nem mindenki tudja választ arra, hogy miért van ez így. A mai epizódból megtudhatod, hogyan maradj fizikailag erős, ahogy a Rexel, az erő elvesztése elesettséghez törékenységhez, törésekhez, és végső soron halálhoz vezethet. Milyen érdekes a magyar nyelv. A már gyenge idős embert elesetnek nevezi, és bizony egy gyengeségből származó elesés komoly akár életveszélyes következményekkel is járhat. törés, hogy más nem mondjak, gyakran halállal végződik. Meg fogsz lepődni azon, hogy mi minden befolyásolja az erőnket. Ma ezeknek járunk utána, és lesz egy-két meglepő vetülete is ennek a témának. Az izomerőre és az izomerő fenntartására vonatkozó kutatások adatai lenyűgözőek, akár az öregedéssel, akár különféle krónikus betegségek esetén vizsgálták ezeket. Több mint húsz évnyi epidemiológiai adatára rendelkezésre, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy az erő és az izom tömeg elvesztése növeli a rossz kimenetel, akár a halál valószínűségét van egy terület, az anyagcsere egészsége. Itt az izmok jelentősége abban van, hogy az elsődleges helyet biztosítják a szervezetben a glükóz tárolására. A tárolt cukor kb. 80%-a a vázizomban található. Természetesen, ahogy korábbi videókban elmondtam, nem eredeti formájában tárjuk el a glukózt. A glukózra úgy kell tekinteni, mint a táplálékból egyszerűen megszerezhető üzemanyagra, és egy szállítási formára. De ennek az üzemanyagnak az a sajátsága, hogy ebben a formában nem tárolható. Előbb átalakul egy jobban tárolható formává, keményítővé, amelyet glikogénnek nevezünk, és hát persze zsírrá. Korábbi videókban szó volt róla, hogy a szisztémás cukor vagy glükóz szabályozásban az izomzat fontos szerepet játszik. Ennek egyik része a tároló funkció. Ennek a rendszernek a része a hasnyálmirigy is, az inzulinellátás miatt, de már is fontos, mint glikogénraktár. Az izom szerepet játszik ebben a rendszerben, és most nem a fogyásról beszélek, most még csak a vércukorszint szabályozásáról. A másik dolog az öregedéssel kapcsolatban, hogy az izomerő fenntartása kell akár a székből való felkeléshez, az önálló életvitel fenntartásához, de akár a légzéshez is a köhögéshez, légzéshez, melyeket ugye magától értetődőnek tartunk, de ezekre, ezekhez izomra van szükség, hogy működjenek, és megfelelő erőt tudjunk generálni hozzájuk. Tehát nem csak a lábizmok számítanak, a többi izom is számít a szervezetben mindenhol. Például, ha ettél valamit, és az félremegy, ugye rossz csőbe kerül, ezért köhögni kell, mert nem akarsz folyadékot jutatni a tüdőbe, és megfulladni. Ha az izomzat nem elég erős ahhoz, hogy ezt eltávolítsa, már egy ilyen egyszerű dologból komoly bajok lehetnek. Lehet, hogy eddig senki nem beszélt neked a köhögéshez hasznos gyakorlatokról, és nem is hiszem, hogy vannak olyan talmányok, amelyek ezt közvetlenül igazolják. De azt könnyű belátni, hogy ha edzel, akkor az edzésnek megvan hogy a szisztémás előnyös, a teljes szervezetre vonatkozó előnyös. És amikor valaki edz, többet lélegzik, tehát megdolgoztatja a belégzés és a kilégzés izmait. Így az általános edzés nem várt területeken is kedvező hatásokat vált ki. Gyakorlati kérdés lehet, hogy mit kell tenniük az embereknek az izomzat fenntartása érdekében. Nem azért, hogy 80 évesen olimpiai bajnokok legyenek, de ha például 70-80-as éveiben járó emberek jó életminőséget szeretnének, milyen szintű és milyen tevékenységre van szükségehez hogy lehet fenntartani az ehhez szükséges izmokat. Több ponton lehet lépni ez ügyben. Ha nem vagy aktív, legyél aktív. Tehát ha ez csak azt jelenti, hogy körbejárod a háztömböt, legyen az. A sét egy fantasztikus tevékenység, nem lenézendő. Mindegy, hogy hol. A másik dolog, hogy érdemes egy kicsit több ellenállás jellegű gyakorlatot végezni, tehát ahol erőt kell kifejteni. Legyen szó támaszról, kis erőgyakorlatról, kicsi súlyok emelgetéséről, persze óvatosan, hogy a vállak azok megsérüljenek. Ezekre a tevékenységekre gondolok, ezeket kellene folytatni, hogy valaki öregszik, 60 felé szükség van egy kis emlékeztetőre, egy kis edzésre, egy kicsit több odafigyelésre, mint amikor mondjuk az ember 40 vagy 50 éves, hát akkor nem nagyon figyel még oda erre. Érdekes, hogy pont ilyen miatt nem kellene azon elvenni a táskát, Feltétlenül a szülőktől, hogy a cipekednek segítség gyanánt. Erködjön kicsit az öreg. Na cipelni akarják a cuccot, hagyjuk, hogy cipeljék. Ha az udvaron akarnak dolgozni, hajrá, csinálják. Most, hogy kola Lumpurban jártam, elég sokat mentem, utáltam, mert meleg is volt, de körbe mentem a madárparkon, az orhideakertben, kertben, egy csomó plázában is. Egyébként ezt ajánlani tudom, a pláza nyáron is jó, nagyon jó, mert van légkondi tessék nénik, bácsik plázázni. Jó nagyokat lehet menni ott is, szűrtebb a levegő, mint az utcán. Persze a legjobb valami park nyilvánvaló, de ha meleg van, a pláza kiváló, és nem kapsz bőrrákot. Se vásárolni nem kell, pláne nem kell bemenni a mekibe, és akkor minden rendben csak elindulsz, és körbejárod. Egyik emeleten körbe, föl a másikra, és így tovább. Jó pár kilométert le lehet nyomni egy plázában is. Az ötlet az, hogy terhelést kell adni, találni gyakorlatokat, különféle izomcsoportok terhelésére, ugye életmódunktól függően érdemes kiválasztani ezeket. Sokak számára legtöbbször ugye számítógép előtt ülnek. Nekik a hátvál és felsőtest törzsgyakorlatok a legjobbak, ezek a legfontosabbak. Még az a nevetségesnek tűnő vibrációs gép is számít, amit mutogattam itt. Persze ezt nem lehet használni a lábban kialakult ízületi ártalmak esetén, tért, stb., tehát ö, ott nem tanácsos. Bármely életkorban elkezdhetsz aktív lenni. Nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos életkorok, amik egy kicsit jobban tudatában kell lenned bármilyen klinikai problémának, és ahhoz igazítani, hogy milyen a testmozgás. De a legtöbb esetben, ha arra törekszel, csak hogy aktív legyél, az segíteni fog. Van itt az izmokkal kapcsolatban egy elég érdekes terület. Az izomzatnak saját cirkadián ritmosa van. Ugye azt tudjuk, hogy általánoságban a cirkadián ritmus, amit a test, gyakran a test belső órájaként emlegetnek, ez egy természetes belső rendszer, amely az alvás és ébrenlét 24 órás időszakon kereszti, keresztüli szabályozására szolgál. Ezt a ciklust környezeti tényezők befolyásolják, különösen a fény, ami segít a Föld éjszaka-nappal ciklusához igazodni. A cirkadián ritmus nagyjából 24 órás Ciklusban működik, a szervezet minden sejtjére, szövetére, szervére hatással van, befolyásolva például az alvási szokásokat, a hormonok felszabadulását, az étkezési szokásokat és az emésztést. Erről volt szó az alvással kapcsolatos videókban, melyeknek a listáját ennek a videónak a végére majd kiteszem. De miért kell az izmaimnak cirkadián ritmus? Ez nem tűnik azonnal nyilvánvalónak. Miért van ott cirkadián ritmus egyáltalán? és mi történik ennek eredményeként. Miért van szükségünk az izomsejtekben órára? Hát egyrészt ugye a pihenő és az aktív időszakok váltakoznak. Tehát az aktív fázisban az oxidatív anyagcserére van szükség, amely magában foglalja a sejtben a glükózanyagcserét is. Ennek a folyamatnak napszaki eltérései vannak. És amikor pihenünk, megint más dolgok kerülnek előtérbe. Nem akarod a sejtjeidet futás közben javítani, regenerálni, így van? Ahogy korábban mondtam, az izomsejtek cukrot tárolnak glikogén formájában. Nem a nap elején kezdik el tárolni a cukrot, hanem az aktív fázis végén és az étkezés utáni pihenési fázisban kezdik el tárolni a cukrot, mint egy figyelembe véve az evés és a tevékenység időzítését. Mi történik, ha valaki felébresz mondjuk hajnali háromkor, és hát ugye ott nem, az op, nem igen optimális az izomzatod a cirkadián, cirkadián ritmusa alapján, és mert el kell menekülnöd vagy egy, oroszlán vagy valami más elől, hát valójában mire képesek az izmaim a belső óra miatt? Az óra nem kapcsol be és nem kapcsol ki dolgokat, tehát ezt nem úgy kell értelmezni, hanem inkább úgy kell rá gondolni, hogy egy termosztátra, és hogyha például tűz van a házadban hajnali háromkor, és felkelsz, akkor nyilván futni fogsz. Ennek ellenére sok adat áll rendelkezésre arról, hogy az emberek délutánonként erősebbek. Délután 4-5 órakor a leginkább, de már 2 órától nagyjából ez indul. Férfiak, nők egyaránt bármilyen korosztályból, és ez rendkívül következetesen látható minden kutatásban, délután több az erő. Nézték azt is, hogy ez az idegek miatt van. Semmi nem utal arra, hogy idegrendszer lenne emögött. Úgy tűnik, hogy valami lokálisan az izom szintjén van. Az izomsejtek mitokondriumai, tehát a, ugye, a mini sejtszintű erőművek délután nagyobb kapacitással bírnak. Na most, mielőtt felébredsz, az izomsejtek egyes génkészletei beindulnak fehérjéket termelnek, és ezek részt vesznek a zsírok és a szénhidrátok anyagcserében vagy lebontásában, amelyekről tudjuk, hogy energiát biztosítanak az izmok használatához. Te még mindig az ágyban fekszel és alszol, de az izmaid már tudják, hogy egy óra múlva fel fogsz szébredni és elkezdik gyártani ezeket a dolgokat, ugye a génaktiváció miatt, hogy készen álljanak, mert rövidesen fel kell kelned, és indul a nap időközben ugye el kell kezdeni egy csomó dolgot, mert nem csak azonnal kapcsol ez be, hanem hát valójában inkább olyan, mint amikor a gépeket fel kell melegíteni, hogy készen álljanak az indulásra. A nap egy másik szakaszában valami mást fog csinálni az izom, például ami a cukor tárolásával, vagy az esetlegesen károsodott fehérjék pótlásával kapcsolatos. Tehát tudja, vagy feltételezi, hogy pihenni fogsz, pihenni fog az izomzat is. Így aztán azok a specifikus gének expresszálódnak, kifejeződnek, amelyekre a pihenési szakaszban van szükség. Mi fontos a gyakorlatban ezekből? Hogy lehet gondolkodni például az edzés időzítéséről, vagy a fizikai aktivitásról, mi lenne az optimális? A délután az az időszak, amikor a tested és az izmaid legjobban be vannak állítva edzéshez, fizikai aktivitáshoz. Alapban tehát a délutáni edzés hatékony. És itt most nem csak az edzőteremre gondolok. Erősebb vagy, a mitokondriális mérések alapján tudjuk azt is, hogy az állóképesség is jobb. Na persze, akkor mondhatja a kis kertben hasznos egészségügyi kapirgálást végző nyugdíjas. Nézőm, hogy hát pont a legmelegebb időben menjen ki. De reggel mennyivel jobb lenne, amikor hűvösebb van neki is van jó hírem. Az izomórát tudjuk bizonyos határok között állítani. A nap különböző szakaszaiban is végezheti valaki a gyakorlatokat, és attól függően, hogy mikor gyakorol, megváltoztathatja, eltolhatja ennek az izomórának a beállításait. És mivel ez független az általános cirkadián ritmustól, az agyórája nem változik, de az izomórák eltolódnak a gyakorlat időpontja felé, sőt, még más is van, Szóval ez azt jelenti, hogy az ébrenlét alvás ciklus nem okvetlenül változik meg ettől. Amit most tudunk erről, az az, hogy az adott időpontban az adott gyakorlatból olyan információ érkezik, amely azt mondja az izomórának, hé, lehet, hogy ezt gyakrabban fogjuk csinálni, úgyhogy áll is be magad, hogy készen legyünk erre a feladatra. Ha reggel hatkor elkezdesz edzeni, akkor az izmaid órái idővel át fognak erre állni, és alkalmazkodnak. Bizonyíték van arra is, hogy a zsírszövet órái is megváltoznak, sőt az órák a szintén változnak, hogy hozzá alakuljanak a légzés is, meg a zsírbontás is, hozzá alakuljon az izomórához. Tehát valószínűleg alapból a délutáni aktivitás a leghatékonyabb, de ha szükséges, ez alakítható, ha ismétlődően más időpontban történik az edzés. A lényeg az aktivitás metabolikus hatása, nevezetesen. Fokozott anyagcsere. Az izomszövet metabolikusan aktív szövet, ami azt jelenti, hogy nyugalomban több kalóriát éget el, mint az azonos mennyiségű zsírszövet. Ezért a nagyobb izomtömeg növeli az alap anyagcsere sebességét, elősegítve a súlyszabályozást és az energiaegyensúlyt. Tehát itt arról beszélünk, amikor még meg sem csak van egy adott izomtömegünk. Ez nyugalomban több energiát éget, mint a zsírszövet. Tehát, ha valakinek a súlya izomból van, és nem zsírból, akkor jobban jár. Az izom kulcs szerepet játszik a glükózanyag cserében. Glukózt használ fel energiának, ami segít fenntartani a normál vércukorszintet. Minél több izom van, annál több glukózt használ. A megnövekedett izontömeg javítja az inzulin érzékenységet, vagyis a szervezet hatékonyabban tudja felhasználni az inzulint a vércukorszint csökkentésére. Ez különösen fontos a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében vagy kezelésében is. A rendszeres izomerősítő tevékenységek segítenek csökkenteni az inzulin rezisztenciát, amely akkor lép fel, amikor a szervezet sejtjei nem reagálnak megfelelően az inzulinra, ami aztán megemelkedett vércukorszinthez vezet, mert a cukor a vérből nem tud bejutni az izomba, illetve ott nem tud felhasználódni. Az inzulin érzékenység javításával az izomtömeg védő faktorként működhet a metabolikus szindróma és a cukorbetegség kialakulásával szemben. Az izomtömeg és erő megőrzése segíthet megelőzni a különféle egészségű állapotokat, például a csontritkulást, a csontsűrűség fokozásával, mivel a csontok az őket érő fizikai behatásokra erősödéssel reagálnak. Ha az izmok mozgatják a csontokat, akkor ilyen fizikai behatás történik. Az izomtömeg és erő megőrzése érdekében ajánlott hetente legalább két-három alkalommal rendszeres rezisztencia gyakorlatokat végezni az aerob és tehát kardió mondjuk tevékenységek mellett. A táplálkozás döntő szerepet játszik a fehérje bevitelre összpontosítva, az izomjavulás és az izom támogatása érdekében. Ha viszont valaki nem használja az izomzatot, akkor a túlzott fehérje bevitel káros lehet, ahogy korábbiakban volt már erről szó. Ha tudni szeretnél többet a cirkadián ritmussal kapcsolatban, ebben a lejátszó listában találod meg az alvással kapcsolatos videókat. Jó éjszakát!